Nagyon régóta nem daráltam már sorozatot, de a Netflixnél ugye van egy olyan rendszer, hogy egybe dobják ki az évadot. A Bojack Horseman negyedik szezonját régóta vártam, és másfél nap alatt be is daráltam a 12 részt. Ez a sorozat pedig érdemes arra továbbra is, hogy kibeszéljük, mert fájdalmasan kevesen ismerik. Aki nem ismerni esetleg az alapsztori, a cím szereplő fasziról szól, aki egy 90-es évekbeli szitkom sztárja volt, aztán szépen eltűnt, de próbál szem előtt maradni Hollywoodban. Közben egy arrogáns érzéketlen paraszt, és előzi a szeretteit maga körül, de Bojack már csak ilyen. Nagyon vártam az új évadot, de nem tudtam mire számít csak. Aztán megnéztem az első részt, és kicsit elbizonytalanodtam. Bojack sehol, helyette Mr. Pinat akar kormányzó lenni, meg ilyesmi. Annyira nem érdekel, de oké, menjünk tovább. Jött a második rész, és na igen, ez hiányzott. Visszatért az igazi sutyó köcsök fős, akit dagonyázik az önsajnálatban és magányra vágyik, de közben megsértődik, ha nem ismerik fel. Az évad gerince leginkább a családra fókuszál, de nem olyan lesz szinten, hanem ahogy az elvárható egy ilyen szériától. Bojack találkozik az állítólagos lányával, újra kapcsolatba kerül gyűlölt anyjával, Diane és Peanut Butter házassága hullámzóbb, mint valaha, Todd ugyanolyan retardált, mint volt, Princess Caroline pedig szintén nehéz időket él meg. Az összes témának köze van a családhoz, és a jelen mellett sok visszaemlékezést kapunk, többek közt Bojack anyjának gyerekkoráról. Kiderül, hogy miért volt ennyire borzasztó szülő, és miket élt át, hogy végül egy ennyire kiüresedett lélektelen rohadékká váljon. Szokás szerint nincs visszafogottság, a dráma velőtrázó, és olyan mélyre ás, hogy a Marianna árok ahhoz képest egy minikátyú. Együttélés, gyerekvállalás, elidegenedés, elvetélés, szülői felelősség, ezekről mind szó van, és nem csak a felszínt kapargatva. Persze szó nincs róla, hogy humor nélkül maradnánk, elvégre végre egy szitkomról beszélünk, és vannak töltelék epizódok, amik inkább poénosabbra vették a figurát. Megmaradtak a szokásos szóvicek, amik annyira brilliánsak, mégis fárasztóak, hogy az utánozhatatlan. A frappáns beszólások, osztások és celeb fricskák szintén remekül működnek, bőven van okunk mosolyogni, de a Bojack Horseman mindig is azért működött, mert egy kíméletlen érzelmi hullámvasút. Újfent átéltem azt, amit talán egy sorozat vagy film sem képes előcsalogatni az emberből. Hogy szó szerint az egyik pillanatban röhögsz, a másikban pedig már magadba fordulva nézel ki a fejedből. Voltak olyan részek, amik nem jöttek annyira be, de ez elenyésző, főleg annak fényében, amit itt az utolsó négy epizódban leműveltek. Egyszerre kaptunk apró, mégis fajsúlyos és sokkoló csavarokat, hollywoodi insider fricskát és existenciális drámát, amit az élőszereplő szériák rohadt kevesen tudnak ezt produkálni. Például a 9. és 11. rész után előjött belőlem, hogy ez kézbazd meg, ez a világ legjobb sorozata. Egyszerűen elképesztő, hogy mennyire erőteljes, mégis laza az összkép, ami egyszerre szórakoztató, mégis megvisel lelkileg. Furcsa lehet, hogy ennyire szuperlatívuszokban beszélek, de nekem inkább az a furcsa, hogy mennyire kurvára alul értékelt ez a sorozat. Itthon kb. senki nem ismeri, a harmadik évad felétől magyar felirat sincs hozzá, a TV nem adja, úgyhogy rengeteg embert fosztanak meg egy fantasztikusan egyedi élménytől. Nagyon bosszantó, de annál jobban örülök, hogy ismerhetem, és ha már csak egy embert is meg tudok győzni arról, hogy kezdje el nézni, az már hatalmas siker. Nem mindig pörgött maximális fordulatszámon, de a Bojack Horseman a negyedik évaddal is kitett magáért. Dagonyázunk a fájdalmas önmarcangolásban súlyos témákkal és drámával, miközben nevetünk az egészen. Ezt így senki nem tudja. Pont ezért mestermunka. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire rohadtul imádom ezt a sorozatot, és mennyire alul van értékelve, úgyhogy... Aki szeretné elkezdeni, illetve aki nem áll hadilábon az angollal, az mindenki vágjon bele, szerintem nem fogja megbánni, csak ne lepődjön meg, hogy egy kicsit komoly témákba is belemennek. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha esetleg nézed a sorozatot és van véleményed, akkor írd meg kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csát!